A rendőrök készítették ezeket a fotókat, miután az ellopott kocsit megtalálták a tolvajházától nem messze. A férfi egész egyszerűen rányított a parkolóautóra, amiben a tulaj benne hagyta a kulcsot, így tudta elvinni. A tettes ittas volt, valamint felmerült még kábítószerfogyasztás gyanúja is, így újabb mintavételre is előállították. Húsvét vasárnap a délelőtti órákban tett bejelentést egy 58 éves faddi férfi, hogy a faddi tanyasorról ismeretlen tettes elvitte Suzuki típusú személy autóját. Kollégáimnak elmondta azt is továbbá, hogy az autót ő nyitva felejtette, és benne hagyta még az indító kulcsot is. Elmondta továbbá az egyenruhásoknak azt is, hogy az autót egy ismerőse a FAD településén látta, amelyet egy számára ismeretlen személy vezetett. Nem ez volt az egyetlen hasonló eset mostanában Tolna megyében. A rendőrség szóvivője azt kéri, hogy senki ne hagyja a kulcsot a parkoló autójában, ezzel ugyanis balesetveszélyes helyzetet idézhet elő a felelőtlen tulajdonos. Itt szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy az, aki a járművét olyan állapotban hagyja az úton, vagy a parkolóban akár, hogy azt bárki más elviheti. Itt arra gondolok, hogy az autót nyitva hagyja, illetve az indító kulcsot is benne hagyja a kocsiban, az szabálysértést követel, és vele szemben kollégáim akár szabálysértési eljárást is indíthatnak. A figyelmetlen autósoknak tehát nem csak kocsijuk ellopásával kell szembenézniük, de akár súlyos pénzbírsággal is sújthatóak.